Sziasztok, kedves barátaim! Ismét kezdődik a könyvosztó maraton, ugye itt az év vége. Most megyünk utcára, minden nap kint leszek az utcán, fogok osztani könyveket. Ugye ez is egy különleges lehetőség, hogy ugye lelki tanítómesterem megkérte engem, hogy menjek és csináljuk ezt a szolgálatot, és akkor kimegyünk, és akkor próbáljunk gyakorolni szeretetet, együttérzés az emberek felé, és akkor megadni nekik a védikus tudást. Ugye ezek a könyvek, amit meg tudnak változtatni embernek az életét. Itt az én életemet meg is megváltoztatták annak idején, mai napjuk az én életem működik a könyvek tanítása alapján. Ugye minden, amit teszünk, minden próbáljunk ezeknek a könyvek tanításai szerint tenni, és nagyon különlegesen működik az élet. Ugye, hogyha valaki köztetek, aki nézi ezt a videót, és már használta azt a tudást, amelyiket olvashatjuk a könyvekből, biztos tapasztalta, hogy mennyire jól működik az élet. Ezért mi most próbáljunk nem csak maguknak tartani ezt, hanem adni másoknak. Nektek is van lehetőség jönni és vásárolni könyveket, viszont nem is vásárolni, hanem adományozni. Ez a bevétel, ami könyvekből kapunk, ez megy a könyvnyomtatásra és a karitatív szolgálatra. Ezért gyertek, vásároljatok, lehet írni nekem, itt van a videó alól fogtok látni az én e-mail címemet, hogyha valaki szeretne egy ilyen könyvet vásárolni, vagy csak szeretne valaki adományozni, az is jó, lehet küldeni adományt, ugye itt az év vége, és akkor sok-sok hibát követünk el az év folyamán, és most akarunk egy kicsit jóvá hagyni, kicsit javítani az év végét, hogy tisztább lappal kezdjem a következő életet, akkor lehet adományozni a lelki célukra, ugye? Lehet szegényeket etetni, lehet lelki Isten terjesztő misszióra adományozni. Ez nagyon nagy áldással jár, és nagyon jó tisztítja ember a karmát. Ugyanakkor lehet venni könyveket még azért, hogyha valakinek akarunk kedveskedni és ajándékokat adni. A legjobb ajándék karácsonyra ez egy ilyen könyv, amelyik meg tudja változtatni embernek az életét. Amellett, ha milyen kis másféle dolgokat ajándékozunk, vagy kedveskedjünk a barátunknak, a rokonoknak, az nagyon jó, de lehet egy valami komolyat is adni mellé, az nagyon hasznos lenne. És a videó végére ki fogok rakni egy tervet, melyik városokba megyek, mert akár lehet személyesen is találkozni. Most, ahol leszek, ez a Szombathely, Zalaegerszeg, Győr, Mosonmagyaróvár, Sárvár, és még lehet, hogy Körmend is. Jó, majd a végén, videó végén fogtok látni tervet a következő hétre, hova fogok elmenni, és hogyha ott laktok, akkor nagyon nagy boldog leszek, hogy tudjunk találkozni. Ezek mellett fogok igyekezni még egy pár videót kiadni a maraton alatt, ha bár nincsen túl sok időm, mert egész időm azzal megy, hogy kint vagyok az utcán, de próbálok egy rövideket, egyes-egyes könyvekről egy kicsit prezentálni nektek, hogy miről szól a könyv, majd akkor tudtok vásárolni. Köszönöm szépen, mindenkinek kellemes év végét kívánok, és kellemes Mikulás és karácsonyi ünnepeket. Köszönöm szépen, Hare Krishna!